A lajhármászást a pedagógusok egyike másika is kipróbálta. Ez volt az egyik a 18 kihívást jelentő feladatból, melyet a megyében működő diáktűzoltóknak le kellett küzdenie. Kurdon nagy hagyományai vannak a gyerekek körében a tűzoltósdinak, legalább akkora, mint a tűzkakas viadalnak. Az idei már a 15. tűzkakas diáktűzoltó versenyünk. Egészen a múltjáról csak annyit, hogy a Tolna megyei tűzoltó szövetség a csapatunkat, a kurdi önkéntes tűzoltók gyerekeit körülbelül 20 évvel ezelőtt egy németországi versenyre küldte el, ahol egy diákolimpián vehettünk részt. Tulajdonképpen a verseny ötlete ott fogalmazódott meg. Ott láttuk azt, hogy a Németországban milyen nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a diák tűzoltókkal foglalkozzanak. Hát innen a verseny ötletei, a mögöttem látható játékok is ott láttuk, ott lefényképeztük őket, és utána magunk barkácsoltuk össze ezeket. A verseny résztvevői a megyében hirdettük meg, a megye 5.-től 8. osztályos diákjai között. A mi versenyünk abban különbözik a többi tűzoltó versenytől, hogy nem kizárólag szakmai, pontosan azért, hogy azok az iskolák, azok a diákok is részt vehessenek benne, akik nem tartoznak semmilyen tűzoltó vagy katasztrófavédelmi szervezethez, tehát nincsen gyakorlatuk a tűzoltó felszerelések kezelésében. Az idei már a 15. tűzkakas diák tűzoltó versenyünk. Egészen a múltjáról csak annyit, hogy a Tolna megyei tűzoltó szövetség a csapatunkat, a kurdi önkéntes tűzoltók gyerekeit körülbelül 20 évvel ezelőtt egy németországi versenyre küldte el, ahol egy diákolimpián vehettünk részt. Tulajdonképpen a verseny ötlete ott fogalmazódott meg. Ott láttuk azt, hogy a Németországban milyen nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a diák tűzoltókkal foglalkozzanak. Hát innen a verseny ötletei, a mögöttem látható játékok is ott láttuk, ott lefényképeztük őket, és utána magunk barkácsoltuk össze ezeket. A verseny résztvevői a megyében hirdettük meg, a megye 5.-től 8. osztályos diákjai között. A mi versenyünk abban különbözik a többi tűzoltó versenytől, hogy nem kizárólag szakmai, pontosan azért, hogy azok az iskolák, azok a diákok is részt vehessenek benne, akik nem tartoznak semmilyen tűzoltó vagy katasztrófavédelmi szervezethez, tehát nincsen gyakorlatuk a tűzoltó felszerelések kezelésében. A tűzkakas viadal úgy szerveződik, hogy minden évben a jelentkező csapatok száma szabja meg az állomások kialakításának rendszerét. Idén 18 csapat adta be jelentkezését a találkozóra. Vannak mozgásos feladatok, mindegyik valamilyen módon kapcsolódik azért a tűzoltósághoz, vagy tüzes feladatok, és vannak elméleti állomások is, ahol tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekekben kifejlesszük az alapvető készséget arra, hogy tudják megvédeni magukat valamilyen bajban, vagy nehéz helyzetekben, és tudjanak másoknak, vagy egymásnak segíteni is ilyenkor. Egy olyan településen, ahol ilyen hagyományokat őriznek a tűzoltásban, mindez beépül a helyi iskola tanrendjébe és szemléletébe. Igazándiból az éves munkatervünkben szerepel, és tulajdonképpen ennek a napnak az iskolai célja az a pályaorientáció. Tulajdonképpen a támogató meg a védő szolgálatok mutatkoznak be. Tehát nekünk ez a célunk vele, hogy így egyfajta pályaorientációs nap. Meg hát játszunk. Amíg a polgármester úr is kollégánk volt, neki volt tűzoltó szakköre, most már az ideje miatt csak egy ilyen versenyfelkészítés van, tehát nekünk vannak tűzoltó versenyeink, ahova ők készítik fel a mi gyerekeinket, vagy hát közösen a miénket. Igen, mi nem tudnánk a tűzoltók nélkül
meglenni. A tűzkakas verseny 18 éve alatt folyamatosan nőtt a résztvevők száma. Van a viadalnak egy gerjesztő hatása, és ez kézzel fogható, mondta Müller János polgármester. Ma már a verseny szervezésében az állomásokon olyan tagok vannak, akik annak idején 10-15 évvel ezelőtt a versenyen vettek részt. El kell mondanom, hogy van olyan kollégánk is, aki azért nem szeretne Kurdról elköltözni, mert itt van a Tűzoltó Egyesület. Hogyha ez a dolog, tehát ez a szervezet, ez a csapat, ez ennyire jó lehet egy embernek, akkor úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez, hogy tehát minden generációnak megmutassuk ezt, hogy hát ha a falu megtartó erejét ez is segíti valamilyen módon.